Tudod, hogy nálunk áll az óhat egy kicsit, tedd le a kezed, lazíts meg a nyakkendődet. És mit kiabált elő bele a kamerába, még nem volt bekapcsolva? Megcsináltunk. Nem így azért, hogy ilyen kamera mindig bemerevedik. Tényleg megcsináltátok, óriási meló volt. Ugye itt elhangzott a sajtótájékoztató, hogy pár kérdés, ez mennyire összeesküvés elmélet, hogy ez mellőre le volt focizva, és azt várták tőled itt pár újságírók, hogy mondjuk azt, igen, átvertük az Aspar tímet, és mi már tudtunk előre mindent, hogy történt azért visszamenőleg mondjuk az elmúlt egy hónapot mondja. Ez én is nevetek egy picit, mert nagyon messzire állnak ezeket az újságírót, aki azt gondolja, hogy egy Honda motorral lehetne ilyen gyorsan is, ilyen, hogy hívják, könnyen elintézni ilyen dolgokat. Azt tudni kellene, hogy pontosan azért szerencsés voltunk, mert amikor kezdtünk targálni, még semmi képes, és semmi nem volt a képben. Egyetlen egy komoly ajánlatunk volt, és nem más, mint a Superbike, a DFX Ducatitól, ahol akár itt Mizánóban jövő héten indul át volna a Gábor, de ezen kívül volt még egy 250 köbcenti kategóriát lehetőséget, de ez már úgy éreztem, hogy tényleg hogy ez nem lehetne, és azért mentünk ki direkt Mugellóban, pontosan azért újra kezdél beszélni a Csiránóval, mert a Csiránónál is úgy volt, hogy Le Mansban a 250-ben beszéltünk, 250 kategória, ahol Aoyama még arra fele, de Rosa megy, és eredetileg a megoldás az lett volna, hogy a harmadik motor csinál a Gábornak a 250-ben, és akkor azzal menjünk végig idén, és akkor csak jövőre majd utána beszéljünk a MotoGP-ben, de a Csiránó azt mondta, hogy ő egyedül a Cecchinello csapattal egyedül az, aki egy versenyző van, és ennek a okat az is volt, hogy felmerült Mugellóban, hogy mi lenne, ha. Ez már nekem volt feladatom. Mi lenne, ha MotoGP-ben gondolna? Opa, mondom, ez de meg lehetne csinálni? Azt mondta, igen. Néz lesz, mert meg kellene győzni a Hondát, hogy az engedély miatt néhéz lesz, de mindent megpróbáljuk. Csak természetesen kellene ahhoz egy komoly projekt, mert a Honda nem úgy száll bele egy motorgyártás, még a motorblokk gyártás úgy, hogy nincs egy komoly projekt mögötte. És akkor visszajöttem Magyarországon, leültem a főszponzorom Mollal beszélni, és elég gyorsan meg tudtam győzni őket, mert látták őt is, tényleg egy iszonyatosan egy lehetőséget az ő részükről is. És akkor így úgy mentem vissza Olaszországban, háromszor mentem egy hét alatt Olaszországban, hogy már mondtam a Csiránónak, hogy jó, elindult a projekt, és akkor úgy kezdtünk dolgozni a Honda fele, hogy azért létrejöjjön, és áll a jó Isten, hogy a barcelonai futamon előtte, hogy létre is jött, de egyáltalán hát abszolút nem igaz. Csiránó Muleroni is azt mondta, hogy Mugellótól kezdődött a tárgyalások a MotoGP kapcsolatban, előtte csak a 250-ről beszéltünk, és mi is gondoltunk, hogy nem is kívánunk annyira ott maradni, nem azért, mert a Csiránó biztosítottad volna jó motor, lásd a Aoyama ott van a második helyen a világbajnoki összesítben, most második lett Barcelonában, a motorok nagyon jók, de már eleve van egy lehetőséget, akkor miért nem próbálni? És kezdtünk a próbálgatás, utána a próbálgatás komoly tárgyalásokhoz fordult, és itt vagyunk most a MotoGP kategóriában. Az elmúlt hetek vagy egy hónap kellemetlen tapasztalatából kiindulva a mostani megállapodásotokban lehet-e valami kis zavar a jövőben, vagy már azért jobban átbeszéltétek a dolgokat az új csapattal? Hát az új csapat, mondjuk, hogy minden csapatfőnök más. Azt tudni kellene, hogy a Csiránóval egy olyan emberek, akivel 2006-ra tudtam megalapodni a Gábornak a szereplését, 2005 Valenciában 2 órakor tudtunk, hogy a KTM nem újítja föl a Gábornak a szerződést, vagy inkább azt mondanám, nem fogadnak el a már aláírt szerződést, mert ez az igazság. Nekem egy óra osza volt, hogy azért tudjak valakivel megalapodni, hogy a Gábor tudjon továbbra motorozni 2006-ban, és egy óra alatt meg tudtam megalapodni a Csiránó Muleronival. A Csiránó az egy iszonyatosan nagyon jó ember, akivel nem kellene nagyon-nagyon-nagyon körbe menni, hanem el kellene mondani neki, hogy mit szeretnél, és ő azonnal egybe gondolkozik, és akkor együtt lehetne dolgozni vele. Azért mondom, hogy nincs olyan dolog a szerződésben, ami ők nem fogadtak el. Inkább azt mondanám, hogy mi is fogunk nagyon segíteni a csapatnál. A részemről például
hogy láttak, hogy ezt a projekt létrehoztam nekik, és milyen profi módon tudtunk együtt dolgozni, akkor továbbra szeretnék igénybe venni az én munkám a csapat neveben is, és ezt fogok csinálni, ezen túl, hogy továbbra is a Gábor Talmácsi menedzser maradok. Gondolkodtatok-e, vagy beszélgettetek az új csapattal már a jövő évben, hogy mi várható? Most ebben dolgozunk, most nekünk ez a feladat a technikai szempontjából, hogy Gábor minél jobban eredményeket tudjon hozni idén, de nem is az, hogy a fő-fő téma nálunk, hanem inkább minél jobban és minél többet tapasztalaton szerezzen a MotoGP kategóriában, hogy azért ez majd 2010-ben tudunk majd utána kamatozni ezeket a nagy tapasztalatot. Nekem is kellene teljesen más képet dolgozni, mint ideig csináltam, mert itt a MotoGP kategóriában ez teljesen más világot. Én se tudtam, most 4 nap alatt olyan dolog tanultam meg, amit a Dornától származnak, mert bizonyos kötelességet vannak a Dorna fele is, mert a MotoGP kategóriát ez iszonyatosan fontos kategória nekik, és mondjuk, hogy ezekkel figyelme kellene venni a kommunikációban, a médiában, meg minden. A másik dolog az, hogy más képet működik teljesen egy csapat, MotoGP csapat, mint a 125-es vagy 250, és most erre meg kellene szokni, nekem is. A tempó sokkal gyorsabb van, nem csak a motoron, hanem a munkában is, de ettől nem félek. Én szerintem a Gábor teljesíteni fogja a pályánál is, megpróbálom én teljesíteni pályán kívülre is. Kicsit azért, hogy a lelki világod azért az jobban megnyugodott, nem? Mert sokan vádoltak téged azzal, hogy tönkretetted most a Talma karrierjét, mert hülye döntést hoztatok, stb. Mi a viszony most a Aspar úrral? Van egy kis fejbiccentés, köszönés, és van-e benned valami kis büszkeség azért, amikor elmész a boxuk előtt, hogy ez sikerült, és tovább léptetek, és nem vissza? Hát természetesen büszke vagyok, hogy amit tudtam a Gáborral, meg a szponzorunkkal, hogy elérni, az mindenképpen most nekem a múltja ez a múltja. Én köszöntem most is az Aspar Martínez úr, beszéltem a Gino Borsolyval is, semmi probléma nincsen, ez természetesen az én büszkeségem arra származik, és arra van, hogy megint tudtam a sok vádat, amit kaptam, és amit egyáltalán nem válaszoltam vissza, mert nem foglalkoztam vele, mert én olyan ember vagyok, amit a tényekkel mutat mindig, és én a tényekkel szeretném válaszolni ezeket az embereket, akik itt vadolnak engem. Most mi itt vagyunk a MotoGP-ben, a MotoGP kategóriában, a Talma motorozik tovább, és nem akar hogyan, és amikor vadoltál engem, hogy tönkreteszem a karrieret a Talmának, ha így ezt jelenti tönkretenni a karrieret a Talmának, akkor nem tudom mit mondani. Folytasd így tovább szerintem. Tényleg, hogy ez most ezt érzem, és akkor elmondom, mindig mondom, amit érzek, a jobban, meg a rosszban. Így ezt jelenti tönkretenni a Talmának a karrierjét, akkor ezeket az újságírót kellene, hogy talán, hogy más munkát keresni, gondolom én. Köszönjük szépen!